igazából parti kultúra van, és nem klubkultúra. Tehát klubok a 20-21 év alatt nem is nagyon lettek. Mi kezdtük a Tilosozával, amihoz hasonló ma sincs. Hát talán a hajó, ahol most vagyunk, ez egy ilyen szellemi folytatása szerintem a Tilosozának. Hát nincsenek DJ-k, úgy változtak. Annyira megváltoztak, hogy nincsenek DJ-k, hanem producerek vannak. És akkor mindenki a saját zenéjét játsza, meg még ami belefér. De az, hogy valaki a meglevő anyagból merít, és bátran nyúl bárhova, az gyakorlatilag megszűnt. Meg a technológia is teljesen megváltozott, tehát már én sem bakelitről játszom, hanem CD-ről, viszont az a különbség a laptop fellépők között, hogy azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, miről játszol, CD-ről vagy bakelitről, a lényeg, hogy én játszom és nem egy szoftver. Hát mindenképpen zenét kell írni. Tehát ott kezdődik minden. Régen a pultba kezdte mindenki, ma a stúdióba kell kezdeni, és azok alapján, a zenék alapján fognak hívni, játszani, amiket egy stúdióban írsz. Hát magasan jobb volt ez a hét, mint a múlt heti, ahol többen is voltak, itt kevesebben is voltak, tehát sokkal nehezebb volt kiválasztani, hogy ki ne jusson tovább. És akkor halljuk az eredményeket, hogy kik azok a csapatok, akik bejutottak a középdöntőbe. Hát a zenekar, ami elvitte a közönségdíjat is, a Bambi Beats, azok teljesen rendben voltak. Szintén középdöntőben a Clip-on Dildo. Aztán kiderült róla, hogy még a Tilosozában is játszott, mint Millium Tiprock. Tehát nem mai fiatal. Várjuk még a középdöntőbe az Etap zenekart. Az Inner Solis, a zene nem tetszett, de ahogy nyomták, az korrekt volt. We'll be right back.
Várjuk a középdöntőbe Shizukát. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Május 8-án találkozunk a középdöntőn. Hát ameddig hagynak. Ameddig fölbírok menni a színpadra.